Pater! Gyere, apuka! Apuka, azt mondja meg, hogy hova tette a biciklit? Valaki elvitte! Pater, ez a bicikli a negyedik volt ezen a héten, ne bohóckodjon, ha, ja? Hova tette azt a... Elvitték a kommunistát! Ne bohóckodjon, maga is az volt, mit hülyülitek el? Miért nem támasztott a kocsma ajtónak? Nem lehetett. Miért nem lehetett? Mi volt kiírva? Mi volt kiírva? Az a kerékpárt, meg azt mondta, faluszában. Na jó, vagy, jöjjenek be. Elvitték. Na jó, vagy most a fejezze be a kecskével, mert jöjjenek már be, mert itt emberek vannak. Tessék bejönni. Villog, mint a zsebkendőmön, minden. És ki ez? Az olyan, mint a futballcsapat. Miért? Benfica. Baja, mondja meg őszintén, mit csinált a hajával? Elaludt a vonaton, azt a bőrönd a fején maradt gyömrőné, vagy mi van? Erzsi néni rátelepedett, és ez a lenyomat, mint a bundanadrági. Ott is van, hogy vol. Volva vigad a magyar, tudod? Meg volban az igazság. Itt ülnek a népek, azt várják, hogy műsor legyen. No, nem kell ezen nevetni. Pater, hogy néz ki maga? Mondja hogy nézek ki? Ha, hogy nézek ki? Itt egy hormonzavaros tojás. Itt vannak... Miért rá, azt kikeltjük? Nem kell nevetgélni. Miért nem gombolja be az akolyát alul? Nem tudom. Miért nem tudja begombolni? Megrágta a szú. Ezt nem a szúj rágta meg, hanem a moly. A moly drúga a szú. Nem a moly. Nagy testvér. A szú nem rág meg semmit. Dehogy nem, nézd meg az ország oldalát. Fejezze már a jó pofizását. Hagyja már ezt abba. Ha már réges égen el kéne kezdeni a dolgokat csinálni. Na, azt mondom én, itt ülnek körül a népek, ott van a fehér népek, ülnek a fekete népek. Hol ülnek itt fekete népek? Nem, itt Dél-Afrikában. Örülök, hogy van ott az a mókás, nótás kedvű, ez a teherautó sofőr. Kicsoda? Állandóan dudált. Na, kicsoda? Az Desmond Tutu. Desmond Tutu! Nem, az Tutu. Desmond Tutu. Lehet, de akkor dán írógéppel írták, ott nincs ékezetben. Desmond Tutu. Az más, az a Josip Broz Tutu. Eladott a Jeszenszky fegyvert, hogy védje meg magát. Nem adott neki el a Jeszenszky semmit. A Josip Broznak nem adott el semmit sem. Nem adott el. Hát akkor kiné van most az a Tutu, az meg Tito. Nem. Titi, tutu, tátá. Maradjon már. Már tutó. A tutó az meg a lakat. Az meg a tutó, az meg a lakat. Fejezzék be ezt a hülyeséget. Lakat az valamikor futballedző volt. Befejezték a hülyeséget? Jó, énekelni kérem. Inkább hozott volna magával egy kis ennivalót, mert itt várom magukat már 4 órája, és nem ettem semmit. Be volt zárva, 6 órakor minden bezár. Jó balettos a Moritz Bezsár. De az a lényeg, én is fiam, hogy én nem tudtam elmenni, mert 6 órakor mindent bezártak. Ugyanis én akartam neked csinálni egy kis riskovot, hogy estére, mire hazajössz nekem... Mit akart magad csinálni? Riskovot. Mazsolával. Az az orosz miniszterelnök volt a Riskov, amiről maga beszél, az a Riskoh! Nem. Amire te gondolsz, az a Todor Riskoh. Aki... Bulgáriába kérte az internacionális amnestiálist,
hogy vizsgálják fölül, mert ő kihúzta a mavzalét egész Moszkváig, most már nincs ott a betonelvtárs, aki fölrobbantotta a Reichstagot, hanem úgy vitték ki... Miket brekedít össze, az a Todor Zsivkov maga hülye? Todor Zsivkov! Azt mondom, mit mond maga? Kihúzta Moszkváig a bábút a koporsóban. Nem húzott ki semmit se! Nem húzta ki? Ez a Todor Zsivkov, a Rizskov a miniszterelnök, és a Rizskov az a kaja. Bocsánat, a Reichstagra visszatérve, én úgy hallottam itt a szünetben, hogy a Reichstag az a férfi toalett. No! Ne hülye vagy, édes fiam! Nem volt megbeszélve. Ilyet én is tudnék mondani, hogy a hoki napja, de hát nem volt. No. Viszont, olyan maga elment a Corvinba, mély ment oda, mert ott minden szinten... Szinte minden. És hol van, amit vett? Mit vett? Hát vettem egy kerékpár külsőt. És hol van? Kerékpár radiál volt. Hát beraktam ruhatárba. El akarták majd szedni ott a téren előttem. Eszett, el akarták szedni. Ugyanaz színű emberek, mint a kerékpár külső. Azt mondták, hát adjam oda. De az a lényeg, hogy maga már negyedik biciklit veszel ezen a héten, pedig marha jó gumia volt annak a biciklinek. Igen, hát mit csináljon? Nagyon jó kis gumi volt. Hát nincs gumi, majd össze egy gyógyszert. Én vettem még egy pótgumit. Ekkora darabokra felszabdaltam, mert eső előtt köpönyeg. Adja meg végképp a hülyeségekkel! Arról beszéltem, amiről maga beszél, maga hülye, miről beszél, túragumi volt. Az, a túragumi, nincs gyógyszer, van gumi, de... Túragumi! Hát az erdőbe is lehet, hát... Kérdezd meg Ilonka nénét, hát a mánygyereke van. Előbb-utóbb úgy is rákerül a túragumira. Az a borzasztó benne, hogy a fater panaszkodott, hogy nem szabad magyar ószert tenni, nem jó, meg középen behajlik. Hát az ember a kanyarba csinálja. No. No, énekelni, az a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy miről. Minden rendben van. Énekelni. No. Nekem nem kell, hogy próbáljál meg, hogy rendesen szól a citerája, nézze meg, vajon. Mit csinál? Miért van sajta kezébe? Miért sajttal csinálja? Hát azért csinálom sajttal, mert le akarom reszelni. Na, akkor már csak egy kis ketchup kéne. Persze, benne van a szakácsóért. Nem, édes fiaim, maradjatok ma. Nem kell fölidegeljétek magatokat. Na látja, ez az, amit akartam mondani, ez maga miatt az egész cirkusz, hogy állandóan maga miatt késenek el a paja. Nem. És mi baja van a pajával? Mondja meg, mi nem tetszik? Nem tudom egyáltalán, nem vele, hanem Gergő bácsival próbáltam. Nekem ne legyen itt idegen ember. Jó, Gergely bácsival várjon. Így van. Jó van a paja, hol a Gergely bácsi? Gergely bácsinak sebesett az arca. Miért lett sebes az arca? Hát bent a buffetba piszkósra itta magát. Na és? Kiszaladt a kocsm elé, és fölugrott a kerékpárra. És mi volt a baj? Hát, hogy a kerékpár neki volt támasztva a falnak. Akkor se érdekel. Mi nem érdekel? Én nem dolgozom ilyen emberrel. Hogy ne dolgozna maga? Mert nem vele dolgoztam. Hát nem, most a nagy dolog a Gergő bácsival egyszer próbál. Nagy dolog. A paja is le fogja kísérni. Paja nem kísérje. Miért ne kísérnél magát? Mert ne kísérjen ilyen ember. Hogy ne kísérjen? Tele van kockás zakóval. De voltam én már szó, de bárkit lekísérek. Én is azt mondom, nem dolgozom, akkor nem dolgozom. Ne idegesítsen most a felgelegemet. Nem, te maga idegesít föl, meg te. Állandóan szórakozik itt velem. Nem szórakozom veled. Állandóan Kelenföldön is vártam, azt 4 órát késtek. Nem érdekel, édesanyám, azt mondom, ne idegesíts föl azzal, hogy te föl vagy idegesítve, vagy te föl idegesíted magad, akkor velem idegesített föl magad, és akkor nem ér az egész semmi, azt a kupoláját. Na. A micsodáját? Kupolája. Az micsoda? A terem búrája. Elkezdi énekelni? Már rászánta magát? Na. Elég volt. Ne nagyon piszkál, mert lemegy a tökére a bajusz megint. Na. Tessék, kezdjen énekelni. Tessék. Tessék, persze, nem tudja, Donál, ha nem tudja a szöveget. Én vagyok a hülye, 2, 4, és. Idősebb, maradjatok. Idősebb Kálo József. Én vagyok az. Ja.
Mondtad? Ezt az egy mondatot végigmondhatom? Mondtad. Azt kértem meg, hogy vezessen föl, hogy maguk jönnek, igaz? Igen, ezt az egy percet nem bírja ki, jó, hogy nekem dumáljon bele. Mindegy. De akkor ne beszéljen. Jó van. De ne mondja, hogy jó van. De hogy mondanám? Sehogy ne mondja, maradjon csöndbe. A csöndbe vagy. Az akkor ne mondja, hogy csöndbe van, hanem, hogy, hanem ne mondja semmit. Valahogy el kell. De ne mondja, hogy valahogy. Beszélek. Sehogy nem mondja semmit sem. Jó, akkor jó van. Ne mondja, hogy jó van. Nincs jó. Azt sem mondja. Semmit ne mondjon. Na. Idősebb Káló József. Így vagy. Most mondtad, ugye? Jó van, mondtad. Értettem. Jó van. Nem vagyok én hülye. Nem vagyok hülye. Hülye nem vagyok. Na! Idősebb Káló József el fogja énekelni. TSZ elnök, ha belép. Gyerünk. Mi belép be a TSZ? Ha már TSZ elnök, akkor mi belép be? TSZ-be nem lehet belépni még egyszer. Na, foglalkozzon! Tízszer nem lehet TSZ-be belépni. Énekelj a nótát! Ha nincs kivilágítva, akkor belelép. Kék, el van. Ja, volt egy ismerősöm, az röntgenasszisztens volt. Az ki volt világítva éjszaka is. Bejjel is léptek. No! Gyerünk, TSZ elnök! Rázd azt a reszelőt, érjük fel! Adjunk a népi manikűrnek! Várj! Jó, nem kell súgnod egyelőre, Ez a pofátlanság teteje! Nem elég, hogy nem tudja, még le is tol engem! Nem kell súgni! Nem kell súgni! Akkor kezdje már, TSZ elnök! Jó, van, mindjárt elkezdem. TSZ elnök! Nem kell súgni, megmondtam! Na! Mindjárt itt van ez! Az mondja! TSZ elnök! Ne súgjál, megmondtam neked! Nem megmondtam! Na! Na! Most súgjál, nem? Most nem játsza. Tudom. Játssza, Pajó. Kezdjél. TSZ elnök betoppant a kocsmába, beledöntött 40 fröcsöt magába. Elaludt az olajkája tetején, az kigyulladt a műbőr kalap a fején. Kútágasra szállt az öcsém az éjjel, te lehettek maga túrós lepénnyel. Képzeljék, ha babot eszik csülökkel, versenytülköl a tűzoltó tülökkel. Bíró marcsat Rabantot vett a héten, el is akadt vele rögtön a réten. Össze-vissza olajozt a ruháját, virágpista nyomkodta a düdáját.